Gyülekeznek a futók, akik úgy döntöttek, hogy sportosan zárják az óévet. Az atléták és a triatlonosok számára szintfelmérő jelleggel ugyan, de az időeredmény is számít. Ez az év egy kicsit nekem nehezebben ment, remélem a következő sokkal jobban fog menni. Hát ezt most úgy fogom föl, hogy egy erősebb edzés inkább, de nagyon várom. Nekem jól sikerült az évem, ez volt az első komolyabb évem így a magyar felnőtt mezőnyben. Voltak jó eredményeim, főleg félmaratonon és 10.000 méterem. Erre a versenyre igazából így úgy tekintünk, mint egy jó közös futásra csapattal. Nem igazán helyeztük arra a hangsúlyt, hogy minél gyorsabban fussuk le. Inkább csak élvezni szeretnék, illetve ez egy jó tájékoztató jellegű verseny a fedett pályás szezon előtt, ami majd január végén kezdődik. Tehát most az alapozás közepén vagyunk. Ez egy felmérő, ha úgy nézzük. Ez az év, ez szerintem mindenkinek felemás volt, sok verseny elmaradt, viszont szerencsére azért több volt, mint 2020-ban. Ez most egy ilyen változós év volt minden szempontból, hiszen most több mint 5 év után én is új egyesületben, a PVSK-ba vagyok, nagyon jó fiatal csapattal és nagyon jó edzésmunkával készülünk. Most már következő évre, ami reméljük, hogy minden szempontból jobb lesz, és ez a verseny egy ilyen méltó lezárása és ennek az évnek, és egyben megmutatja, hogy egy kicsit gyorsabb távon, rövidebben ki hol tart a felkészülésben. A futóidő az ideális, az elmúlt hetekben azért volt itt eső, volt itt hó, volt minden. Hát itt nem olyan lényeges az időeredmény, hogyha egy kicsit nem olyan messziről nézem a fiatalok hátát, az akkor már jó lesz nekem. A verseny 3,3 kilométeres távját többen kocogva, babakocsival, kutyával vagy jelmezbe öltözve tették meg. Nem lesz semmi különösebb taktika, a fiam azt javasolta, hogy az első 50 között legyek bent. Egyedül futsz, vagy az egyedül egész család? Egyedül a kutyával, remélem, hogyha bírjuk. Futottál már a kutyával? Futottam, de nem itt. Aha, és hogy bírja ezeket a futásokat? Te vagy a gyorsabb, vagy ő? Ő jobban bírja sokkal. Én egy fürdős embernek öltöztem, egy ilyen hajsapkával, meg fürdőköpennyel, napszemüveggel, és szerintem jól fogom bírni, mert nem hiszem, hogy annyira nehéz lesz ebben futni. Futottál már jelmezben? Nem. Úgyhogy újdonság lesz. A Melitta Szabadidősport Egyesület több mint 30. alkalommal rendezte meg szilveszter délelőttjén a hagyományos kertvárosi futóversenyt. Fussunk még egy jót, búcsúztassuk ismét együtt az óévet, mint hagyományosan, jelmondattal. Én is futottam, futó voltam, és természetesen, mint minden pécsi futóversenyen annó, azért nem volt ilyen sok esemény, mint mostanában, mindegyiken indultam, és így jött ugye a szilveszteri futás is, aminek pluszban megfogott a hangulata, mert azért egy évvégi kisebb távú lazafutás az mindenkinek jól esik. Aztán úgy alakult, hogy én lettem az egyik szervezője ennek az egésznek, és ez a része is nagyon tetszik. Most nagyon szerencsénk van, hogy kisütött már a nap, és még a hőmérséklet sem annyira zord, úgyhogy remélem, hogy ez sok futót kicsalogat. Már azért is, mert ugye nem csak versenysport, hanem szabadidősport is, családok is jönnek, mert a táv az nem olyan hosszú, ugye, hogy ne teljesítse akár egy kisgyerek is. A szervezők minden évben több kategóriában hirdetnek győztest. A verseny abszolút győztese Lomb Ádám lett, aki 8 perc 35 másodperc alatt teljesítette a 3,3 kilométeres távot. A női kategóriát Sárszegi Noémi nyerte 10 perc 30 másodperces idővel, Nagy Luisa 11 perc 8 másodperccel lett a második. A 12 év alatti fiúk között Makkos Szabolcs győzött 12 perc 56 másodperccel, a lányok versenyében pedig Tóth Zsófia 13 perc 1 másodperc alatt ért elsőként a célba. Díjazták a legidősebb és a legfiatalabb futót is. Az előbbi kategóriát az 1942-ben született Poronyi Gábor nyerte, míg Dinya Hanna volt a legfiatalabb, ő 2016-os születésű. A jelmezesek közül a virágot és a vírust jutalmazták.